Kül- és belterületi utak újultak meg több helyszínen, emellett több ütemben. Kívül, belül megszépült, megújult és nem utolsó sorban energetikailag is sokkal korszerűbbé vált a polgármesteri hivatal épülete, javítva ezzel mind a munkakörülményeket, mind az önkormányzati gazdálkodást. A Szermiályi út TOP plusz pályázati forrásnak köszönhetően újult meg 49,5 millió forint pályázati forrásból. Emellett új aszfaltbúkolatot kapott a Szabadságút BMS pályázatnak köszönhetően. Két külterületi út a Magyar Falu programnak köszönhetően. Az elmúlt három évben útfelújításra elnyert támogatás Tiszagyenda község számára összesen 90 millió forint volt. A polgármesteri hivatal három Magyar Falu programban elnyert kisebb összegű, de így együtt már jelentős közel 25 millió forint pályázati forrásnak köszönhetően kapott új szigetelést, burkolatokat, színezést és festést. Valamint energetikai beruházásként kicseréltük a nyilászárókat, és napelem is került fel a tetőre. De nem állunk meg, hiszen most következnek majd a TOP plusztos nagy beruházások, amelynek keretében új arculatot és funkciót kap a kóta, ahol szabadidőparkot alakítunk ki játszótérrel, pumpapályával a gyerekeknek. Fedett rendezvénytér biztosítja majd a helyszínt a programoknak. Megújulnak a szolgálati lakások, a művelődési ház, a falumúzeum, a szociális intézmény. Napelemre kerülnek fel az épületekre, közel 400 millió forint támogatásnak összeg köszönhetően, amit jelentem, megvan itt a pénz a számlánkon, félretéve, amire nagyon vigyázunk. Remélem, ennek az átadását is együtt ünnepelhetjük nem sokára. Három projektnek köszönhetően újult meg a községháza, összesen 25 millió forint értékben. A teljesség igénye nélkül megtörtént a polgármesteri hivatal épületének energetikai és fűtéskorszerűsítése. Mindig öröm számomra, amikor járva a vármegyét, az apró települések szépülésének és épülésének tanúja lehetek, és hogyha belegondolunk, mi mutatja leginkább az itt élőknek az igényét, mi mutatja egy településnek a jövőképét, az életképességét, az az, hogy hogyan néz ki a templom, hogyan néz ki a polgármesteri hivatal, és hogyan néz ki az iskola. És hogy vannak-e gyermeknevelési intézmények, van-e bölcsöde, van-e óvoda, az iskolában van-e tanító, a polgármesteri hivatalban elintézik-e az ügyeimet, és hogyha a tiszagyendaiak innentől kezdve kényelmesebben, biztonságosabban tudják megközelíteni az ügyeit intézésének legelső helyszínét, a polgármesteri hivatalt, ami szép, a környezete megújult, belül is férősebb és méltóbb lett a gyendeiak élet minőségéhez és az itteni ügyek intézéséhez. Akkor elmondhatjuk, hogy bárki, aki betér ide Tiszagyendára, jöjjön akár Tiszabő felől, Tiszaroff felől, Kunhegyes felől, legyen az idevalósi vagy távoli vidéki, elmondhatja, hogy ennek a falunak van jövője. A nyílászárók cseréje, az ingatlan külső-belső felújítása és napelemes rendszer telepítése. Mintegy 89 millió forintból újult meg több út Tiszagyendán az elmúlt három évben. Meg szeretném jegyezni, hogy ritka alkalom, amikor Tiszagyendára tanulni, megfigyelni jönnek nagyobb települések polgármesterei. Ez mutatja azt, hogy Tiszagyendán van mit nézni, és mutatja azt is, hogy itt a település polgármesterei közösen dolgoznak és összefognak. Ez mutatja az összefogás és ennek a csapatnak az erejét. Mert mindannyian tudjuk azt, hogy egyedül sokkal nehezebb, mint családba, csapatba, jó közösségben. És a fejlesztések is ezt mutatják. Tiszagyendán látszik a jó gazda gondossága. Amikor átmegyünk a településen, akkor látszik az, hogy a gyendaiak figyelmet, energiát és időt fordítanak arra, hogy ez a település szép legyen. Szépek legyenek a porták, a házak előtt az út, a fű, a virágos kertek, hogy igényes legyen ez a település. És mit tud csinálni egy polgármester? Ő is így csinálja. Igyekszik
még szebbé, még jobbá tenni ezt a települést. És ezen a településen látszik, hogy gazdája van a településnek. Látszik, hogy a házaknak, a házak előtti virágos kerteknek, és a település házának is, az önkormányzati hivatalnak. És jó azt látni, hogy ez az út is milyen szépen megújult. Mert lehet sokból keveset csinálni. Lehet nagyon sok pénzt, nagyon nagy vagyonokat elherdálni. És lehet kevésből, apróságokból is jót és nagyot alkotni. És Tiszagyenda település ezt a példát mutatja. Aránylag kicsi pénzekből, kicsi összegekből, de látványos, szép dolgokat létrehozni. Az említett beruházásoknak köszönhetően biztonságosabbá válik a közlekedés a településen, és jelentősen javultak a munkahelyi és ügyfélszolgálati feltételek a polgármesteri hivatalban.